Azzal kezdtem reggel, és a híradóban is láthatták, hogy Szijjártó Péter jó hírt jelentett be tegnap. Szentpéterváron megegyeztek a Gazprom vezetőjével a következő 10 plusz 5 évre szóló gázszállításokról, méghozzá a hírek szerint állítólag egészen jó áron. Erről beszélgetünk Holod Attila, korábbi energetikai helyettes államtitkár. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A következő percekben, hogy vajon mit lehet arról tudni, hogy mennyire jó ez az ár? Ugye Szijjártó úr azt mondja, a 95-ös korábbi megállapodásban foglaltakhoz képest most jobb árat sikerült elérni. Igaz lehet ez, és vajon mi lehet ez a szám? Mikor lesz ez nyilvános egyáltalán? Soha nem lesz nyilvános, az eddigi ár sem volt nyilvános, tehát onnantól kezdve, hogy az MVM vette át a nagykereskedelmet, tehát a földgáz nagykereskedelmet, azóta nem nyilvános az oroszokkal kötött szerződés. Annyit biztosan tudunk, hogy miközben korábban ez a szerződés egy viszonylag fix árat jelentett, 2014-15 környékén az oroszok is belátták, hogy sokkal rugalmasabb már az európai gázpiac, ezért ők is igazodtak ehhez. 2015 novemberében jelentette be éppen a Miller úr, hogy az európai szállítmányokat, igen, ő a Gazpromnak az elnök vezérigazgatója, hogy csökkentették az árakat Európában, hiszen Európában egy olyan gázbőség van jelenleg is, elérhető éppen az LNG-knek, tehát a folyékony földgáz forgalmazásnak köszönhetően, ami kapcsán az oroszok is kénytelenek voltak igazodni ehhez. Ezzel együtt az orosz dominancia az továbbra is él. Nagyjából olyan 40-42%-át az európai gázellátásnak az orosz földgáz biztosítja. Hát annyira, hogy a közelmúltban még azok a hírek jártak, hogy a 10-15-20 eurós átlagárhoz képest akár 50 euróra is feltornázhatják az oroszok az ez év végig érvényes szállítási árakat, mert hogy ülnek a gázon és nem szállítanak, amíg nem egyeznek meg. Ezek szerint megegyeztek nyugat-európai országokkal is? Nyilvánvaló, hogy amikor ugye nem csak erről a vezetékről beszélünk, amiről most szó volt a Szijjártó tárgyalásokon, és ugye ez a balkáni vezetéknek a magyarországi szakasza, hanem az északi áramlat, ugye ezzel viszonylag sokan hallottak róla. Ez hatalmas vezeték kapcsolatot jelent Németországgal, Oroszországnak közvetlenül, ami egy jóval nagyobb mennyiség ahhoz, mint amit csak a németek elfogyasztanának, tehát ez az európai fogyasztásba vesz részt. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nem simán ültek az oroszok ezen a gázon, és nem csak kizárólag a megegyezés érdekében. A pandémiás időszakban nagyon erősen visszaesett a gázfogyasztás, ugyanúgy, mint a kőolajfogyasztás is, illetve az üzemanyagfogyasztás. Ez azzal járt, hogy azok a termelők, akik ebbe a piacba vesznek részt, ebbe az iparba dolgoznak, azok visszafogták a beruházásaikat. Most ez megint elkezdett hiányozni, azért ment föl például a kőolajára, és azért ment föl most a földgázára is egyre inkább. Ugyanakkor azt mondják, hogy ez egy veszélyes játék volt az oroszok részéről, mert hogy azért a tároló kapacitásaik nekik is korlátozottak, és állítólag a gázt nem, még annyira sem könnyű elzárni, hogy nehezebb elzárni, mint a kőolajt, mint a kitermelést, és egy idő után visszafelesülhet el ez a fegyver. Lehet, hogy ez is van amögött, hogy végül sikerült megegyezni most jó áron? Én nem gondolom, hogy önmagában ez lenne mögötte. Az biztos, hogy Magyarországnak a földgáztároló kapacitása az hatalmas, 6,4 milliárd köbméter. Hogyha ezt ahhoz viszonyítjuk, hogy a teljes éves fogyasztás tavaly olyan 8,8-9 milliárd köbméter körül volt, és ebből a lakossági fogyasztás 3,6 milliárd, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a lakosságot csak tárolói mennyiségből el tudnánk látni, ez pedig évközben akár nem orosz forrásból is el tudnánk látni. Ugyanakkor az látszik, hogy az oroszok ki akarják kerülni mindenképp az ukrajnai útvonalat, és erőltették ezt a déli áramlatnak, illetve a déli áramlat utódjának, a balkáni áramlatnak a befejezését Magyarország irányába. Itt volt egyfajta vita nyilván a magyar tárgyalófőres az oroszok között. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy sokkal összetettebbnek tűnik ez a tárgyalás annál, mint sem, hogy csak a gázról beszéljünk. Nagy valószínűséggel ebbe ugyanúgy benne vannak azok a programpontok, amiket a múlt héten a két külügyminiszter tárgyalásán említettek, hogy a Sputnik vakcina magyarországi gyártása a Paksi atomerőműhöz kapcsolódó, és ki tudja még hány egyéb más üzlet, például az a orosz banknak a létrehozása is, ami Magyarországon van. A többszörös üzleti kapcsolatok játszanak itt szerepet. A politika mennyiben játszott szerepet? A krími helyzet, illetve a krímben most zajló, vagy a krímről most zajló tárgyalások is, és ebben akár Áder János közelmúltbeli, hát az orosz fél szempontjából nem feltétlenül barátságos nyilatkozata, mármint hogy Ukrajna mellett állt ki.
Ez nagyon meglepő volt egyébként mindenki számára. Ezzel együtt az látszott, hogy ahogy a Lavrov, a külügyminiszter fogadta ezt, különösebben túl sok szót nem vesztegetett rá. Azt mondta, hogy ez benne van a tárgyalásban, hogy most elmegy az Áder és nyilatkozik ezzel kapcsolatban. Az látszik, hogy ez a krími feszültség, illetve az oroszoknak az ukrajnai terjeszkedésével kapcsolatos dolgok, azok mind közrejátszanak abban, hogy miért is akarták kikerülni az egyébként több évtizeden keresztül megbízhatóan működő ukrán vezeték kapcsolatot. Ezt megtették az oroszok, van most már egy északi áramlat, van egy déli áramlati rész. Ebből következően megpróbálják ezt a teljes üzletet áttolni ebbe a két irányba. Erről szóltak ezek a tárgyalások. Ilyen szempontból akkor Ukrajna teljesen elesett, bár itt nem a szakterületet tudom, de tulajdonképpen elvesztették a kulcspozíciójukat, és hiába a Nyugat-Európa kiállása mellettük nem valószínű, hogy bármi változás történne a Krímben. A földgáz tranzittal kapcsolatos kulcspozíciójukat elvesztették, az látszik, ugyanakkor én nem gondolom, hogy ezt a vezetéket teljes egészében le fogják zárni és be fogják szántani, ahogy mondani szoktuk. Meg lesz ennek még a saját hatása is, meg lehetősége, hogy tudjanak azon a vezetéken is szállítani, de nyilvánvaló, hogy az európai szállításoknak a javarésze már nem Ukrajnán keresztül fog történni. Beszéltünk arról is, nyilvánvaló az összefüggés a gáz és a kőolajára között, leginkább a kőolajára van kihatással a gázra is, de most minek köszönhető az részben, gondolom, a pandémia múltával is, hogy emelkedtek a kőolajárak, de elég jelentős mértékben, és hát itthon is ugye a benzinárak is ennek következtek. Ugye ez látni kell, hogy ugye tavaly nagyon örült mindenki annak, hogy még negatív kőolajár is volt. Ez annak volt köszönhető, hogy gyakorlatilag nem tudták már hova rakni az amerikai kőolajtermelők azt a palaolajból származó termelésüket, és az abszolút nem állítható le, ezért inkább fizettek annak, aki elviszi, mert már minden tartály mindent tele volt. Ugyanakkor valóban ilyenkor az szokott lenni, amikor nagyon leesik a kőolaj ára 20 dollár alá, akkor leállítják azokat a kutatási termelésbe állítási projekteket. Ezek most elkezdtek hiányozni. Ugye mindenki arra számított, hogy persze majd visszaindulunk a pandémia után, de ma már azt látjuk, hogy a 2019-es szinthez képest nem csupán visszaugrottunk arra a szintre, hanem már az első fél évben azt is meghaladtuk közel 18%-kal a teljes világ energiaigényét tekintve. Elsősorban Kína, India, távol-keleti országok lódultak be nagyon, de mindenütt vissza ment ez a szint, és ehhez képest hiányzik az a mennyiség. Tehát nem, ez nem olyan, hogy akkor kicsit nyitunk a gázcsapon, és akkor kicsit többet jön meg az olajcsapon. Itt bizony olyan beruházásokat kell végrehajtani, amivel vezetékeket kell építeni, új mezőkhez, új kutakat kell lefúrni, és ezek időben meg pénzbe kerül. Egyetlen kérdés a végére, ennek következtében lehet 500 forint fölötti benzinár Magyarországon a közeljövőben, vagy azért itt most már talán megáll? Én már tankoltam 500 forint feletti áron, nyilván autópályán természetesen. Én úgy gondolom, hogy ez az 500 forint körüli ár, ez nagyjából egy ilyen lélektani határ, most látszik is, hogy ott toporog. Egy picit visszább is ment a világpiacon a kőolaj ára, most 72 dollár körül van. Ez a 80 dollár szerintem ez egy kicsit megtámasztja, ahogy szoktuk mondani, megfogja ezt felülről. Ez egy lélektani határ. Beindultak az új projektek, és az alapján én nem gondolom, hogy túlságosan elszabadulna az ár, sőt, inkább az látszik, hogy most a visszaindulással egy picit még csökken is. Bízunk benne, hogy így lesz. Így lesz. Attila, köszönjük szépen, hogy én is köszönöm szépen a meghívást.